Sziasztok! A mai videóban végre a tetoválásaimról fogunk nektek beszélni, és tudom, kb. 1000 éve már évelején megígértem, hogy lesz erről a videó, de akkor úgy voltam vele, hogy 3 bébi méretű tetoválásra nem szeretnék egy teljes videót szánni. Bezzeg most 5 bébi méretű tetoválásra igen, úgyhogy kezdjük a videót! Először is szerintem kezdjük az alapinformációkkal, és ebből az első az az, hogy nyilván én nem vagyok egy szakértő, úgyhogy nem fogok természetesen belemenni ilyen nagyon szakszerű dolgokba. Én elmesélem az élményeimet, illetve azt, hogy mit jelentenek nekem a tetoválásaim, és megmutatom. Na de most már jöhet az izgalmas rész. Ahogy említettem, nekem 5 bébi méretű tetoválásom van, és ezek mind egy ilyen minimalista stílusban készültek, és tökéletesen passzolnak hozzám, a stílusomhoz, a személyiségemhez, úgyhogy én teljesen meg is vagyok velük elégedve, és nekem pont így tökéletesek, ahogy vannak. Az összes tetoválásom a Schulman Barbie készítette, lent hagyom az elérhetőségét az infoboxban, illetve itt találjátok az Instáját is. Barbie szerintem az én tetováló lelkitársam, mert annyira örülök, hogy rátaláltam és megtaláltam őt, hiszen ez egyrészt szerintem fontos, hogy megtaláld azt a tetoválót, akivel tényleg megvan a kémia, hogy így fogalmazzak, mert ha megnézitek az Insta feedjét, akkor látni fogjátok, hogy ő neki a stílusa az kb. Olyan, mint az én stílusom lenne, imádja ezeket az egyvonalas, minimalista megoldásokat, és tudjátok, hogy nekem is ez a szívem csücske, úgyhogy én teljes szívvel ajánlani tudom csak Barbie-t nektek, hogyha elköteleztétek magatokat egy tetoválás mellett, akkor tényleg érdemes lecsekkolni az oldalát, mert imádni fogjátok. Menjünk vissza 2016-ba, amikor is megcsináltattam az első tetoválásomat, vagyis tulajdonképpen kettőt, mert egyszerre csináltattam a kettőt, olyan pici volt, hogy jobbnak láttam, hogyha ezt a kettőt egyszerre letudjuk, illetve árban is sokkal jobban kijött, így ez a kettő akkoriban 6000 forintba került. Az első tetoválásom az egy apró pici szíveske volt a jó mutató ujjamon, és amikor mondtam, hogy én ide szeretném, mindenki le akart róla beszélni, sőt még Barbie is mondta, hogy ne csináltassam oda, mert nagyon hamar lekopik, sokat használjuk, mosogatunk, gyűrűt hordasz, bla 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 bla, de én nem voltam hajlandó lemondani róla, szerintem tökéletes választás volt ez a hely, illetve a méret, illetve a minta is tök jól passzol ide, én nagyon-nagyon-nagyon szeretem azóta is. Mondanám, hogy az egyik kedvenc és legkedvencebb tetoválásom, de az összesről el tudnám ezt mondani, úgyhogy inkább nem is megyek ebbe bele. Minden esetre imádom ezt a tetoválást, tökéletesen passzol szerintem hozzám, úgyhogy én egyáltalán nem bántam meg. Ráadásul nekem eléggé jól is bírja, ahhoz képest, hogy újon van és 3 éves. Ez a szívecskés tetoválás egyébként nagyon sokat jelent, ugyanis a keresztanyukám emlékére csináltattam, miután meghalt, mert szerettem volna mindig emlékezni rá, és szerettem volna magam mellett tudni egész életemben, úgyhogy hát ez a kis története a szívecskés tetoválásnak, ami nem feltétlenül jó, de ettől függetlenül nagyon-nagyon szeretem, és imádom amiatt is a tetoválás, mert így mindig emlékszem majd rá. A következő tetoválásom ugye, amit egyszerre csináltattam a szívecskével, az egy holdacska a jobb kezemen, és meg vagyok lőve, mert nem tudom, hogy hívják ezt a részt a kezemnek, de a csuklomtól jobb oldalra található. A tetoválás jelentése lehet, hogy néhányatoknak furcsa lesz, de számomra nagyon sokat jelent. Sokan hisznek abban, hogy a hold nem csak egy égítés, hanem különös energiája, ereje van és befolyása van az emberi érzelmekre. Na, én ebben abszolút partner vagyok, én is évek óta hiszek ebben, és tapasztalataim alapján, hogyha új hold van, vagy éppen teli hold van, akkor az érzelmeim azok teljesen felborulnak, és olyan labilis leszek, mint még soha. Az egy dolog, hogy az érzelmeim a háromszorosára nőnek, és hogyha szomorú vagyok, vidám, boldog, fáradt, szerelmes, akkor életemben nem voltam még ilyen szomorú, vidám és szerelmes, de ezek az érzelmek, ezek hullámzanak, és labilissá válok, és teljesen megbolondulok, de ugye viccesen értelmében. Szóval igen, én abszolút érzem, hogy a hold hatással van rám, úgyhogy ezért is szerettem volna egy hold tetoválást, hogy erre mindig is emlékezzek, és figyeljek, hogy ott jól lesz. Ez volt a két tetoválásomnak a jelentése, és fájdalom szempontjából pedig egyik sem fájt, bár nekem magas a fájdalom küszöböm, úgyhogy ne rám alapozzatok. A következő tetoválásomra egészen 2018-ig vártam, úgyhogy évelején megcsináltattam végre a nagyobb tetoválásomat az oldalamra. Rengetegen mondták, hogy ne csináltassak oda, nagyon fog fájni, nem fogom kibírni, félig abba fogjuk hagyni, ennek ellenére semmit nem éreztem, és semmi bajom nem volt, akár még aludni is tudtam volna, úgyhogy nem kell mindig másra hallgatni, mindenkinek más és más az érzete, és mindenki más és más bír ki.
Pont. Tehát a következő tetoválásom, ami a bordámon található, az egy buddhista szimbólum, vagyis az unalom. Ha röviden szeretném jellemezni, akkor azt mondanám, hogy megvilágosodás, illetve életút. De hosszabban leírva egyébként magát, tényleg az életet jelképezi ez a tetoválás, hiszen az életben vannak jó és rossz dolgok, és magát ezt a kacskaringós, ezt a fent és lent dolgot jelképezi az alsó kis csomó, hogy fönt is vagy lent is vagy, de a végén úgyis eljutsz a megvilágosodáshoz és a teljes boldogsághoz. Úgyhogy ennek a tetoválásnak tényleg óriási nagy jelentése van, és számomra legalábbis, hiszen tényleg azt mutatja, hogy történjék bármi az életedben, lehet, hogy most éppen rossz paszban vagy, lehet, hogy most nem alakul minden úgy, ahogy te szeretnéd, de a végén úgyis eljutsz a teljes boldogsághoz, és a végén úgyis minden jó lesz. Ahogy már említettem, egyáltalán nem fájt, szerintem tökéletesen mutat itt az oldalamon, iszonyatosan jól érzem magam, hogy ez rajtam van, és tényleg nagyon sokat segít az élet nagy gubancain, hogy átjussak. Úgyhogy ennyi, igen, az egyik jó, mindig azt mondom, hogy ez egyik kedvenc tetoválásom, de ő tényleg az egyik kedvenc. A negyedik tetoválásom az szintén a kezemen van, a csuklomtól balra. És ez egy Picasso, hát nem inspirált a kép, de mégis. A lényeg, fogtam a kedvenc Picasso mémet, amit mondtam Barbie-nek, hogy dolgozzon át, és aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és elég nagyra megrajzolta, úgyhogy én leszedettem bele a felét, és végül csak megtartottuk a hölgynek az arcát, és ezt ketten közösen utána átdolgoztuk a tetoválás előtt, hogy megkapjuk a tökéletes végeredményt, és ez tényleg azért fontos ez a tetoválás számomra, mert egyrészt ott van Picasso, az egyik kedvenc művészem munkája, egy eredeti Picasso, amit Barbie és én a saját személyiségünket beleadva átdolgoztunk, és így igazából ez a hármunk közös munkája. Imádom ezt az egyvonalas megoldást, ami egyébként szintén visszaköszönő a Picasso munkásságából, hiszen neki is rengeteg egyvonalas munkája volt, és így még jobban megvan a kapocs közte és köztem, plusz nagyon egyszerű és letisztult és minimalista és tök jó helyen van, szerintem annyira jól mutat be, úgyhogy... Na, és az utolsó ötödik tetoválásom az 3 apró pici pötty. Tudom, lehet, hogy furcsa, hogy miért rakhatok magamra pöttyöket, ráadásul még pont 3-at, ráadásul minek, hogyha egyáltalán úgyse látszik, de én látom, én tudom, hogy ott van, és annak ellenére, hogy ilyen apró, óriási nagy jelentése van ennek a tetoválásnak. A kedvenc idézetemnek a megtestesülése ez a tetoválás, ami Buddhától származik, és úgy szól, hogy 3 things cannot belong here in the sun, the moon and the truth. Ami úgy hangzik magyarul, hogy 3 dolgot nem lehet sokáig elrejteni, a napot, a holdat és az igazságot. És ezzel teljesen abszolút egyetértek. Tudjuk jól, hogy a nap és a hold ugye minden nap fel is feljön, de sokszor elrejti mondjuk a felhő vagy valami más, de tudjuk, hogy egy idő után úgyis előjön, történhet bármi, és ugyanez van az igazsággal is, hogyha hiába hazudsz, hiába próbálod elrejteni az igazságot, idő múlva úgyis kiderül. Szóval ez a tetoválás és ez az idézet rengeteget jelent nekem, és nagyon örülök, hogy megcsináltam, főleg, hogy ilyen minimalista stílusban, és a lényeget nem mondtam el, igazából most jöttem rá, hogy a 3 pöttyügy ez a napot, a holdat és az igazságot jelképezi. Hú! Hosszú mondat volt, kevés levegő. Egyébként ez a tetoválás egy youtuber Joyce-tól inspirálódott, úgyhogy lehet, hogy ismerős számotokra, ettől függetlenül nekem nyilván a 3 pötty egyáltalán nem fájt, kb. 2 másodperc alatt meg volt, úgyhogy erről ne is beszéljünk. Viszont ez a Picasso, ez iszonyatosan fájt. Ez volt az egyetlen tetoválásom, ami nagyon fájt. De ez viszont annak köszönhető, hogy borzasztó rossz lelki állapotban voltam, iszonyatosan ki voltam merülve. Minden bajom volt akkor, úgyhogy ez ennek köszönhető, hogy egyszerűen csak érzékeny volt a bőröm, de meg én is, de hát, hogy még utána pár nappal később is fájt maga a tetoválás, úgyhogy ez előfordul, viszont ilyenkor azt tudom tanácsolni, hogy inkább mondjátok le, vagy inkább keresetek egy új időpontot, de szerintem nem biztos, hogy megéri, hogyha egy ilyen lelki állapotban mentek oda. Tetováltatni már, akkor tényleg csak fájni fog, és esetleg egy rossz élmény lesz. Nyilván nekem nem, én tudom, hogy milyen egyébként, meg tudtam, hogy milyen állapotban vagyok, ettől függetlenül bevállaltam, meg egyébként túlélhető, tehát semmi para nincsen, de ha esetleg ti nem szeretnétek, hogy mondjuk rossz élménnyel menjetek, főleg, hogyha első tetoválásom van szó, akkor nem menjetek se fáradtan, se rossz lelki állapotban. Szerintem mindenről beszéltem, amiről szerettem volna. Ha esetleg kérdésetek van, akkor nyugodtan írjátok meg, de mondom, ilyen szakmai és nagyon mély dolgokban nem akarok belemenni, ugyanis
A tetoválók nagyon szívesen segítenek, hogyha bármilyen szakmai kérdésetek van, nyugodtan írjatok nekik, hogyha esetleg tényleg gondolkodtok rajta, vagy már elköteleztétek magatokat a tetoválás mellett, csak féltek, úgyhogy nyugodtan kérdezzétek őket, mert tényleg segítenek. Viszont én nem szeretnék semmi ilyesmibe belemenni, mert félek, hogy bármi rossz tanácsot adok, vagy bármi is. Úgyhogy ha esetleg a tetoválásaimmal kapcsolatban van kérdésetek, akkor azt nyugodtan írjátok meg, legközelebb pedig találkozunk egy új videóval. Sziasztok! 3 évvel ezelőtt januárban készítette három. Mi? Mikor csináltam? Jézus! London előtt vagy után. Mikor voltam Londonban?